Első alkalommal szervezték meg a Csíkszereda Kupa úszóversenyt. A megmérettetésre 20 klub több mint 200 sportolója állt rajthoz. Szurkolóktól volt hangos a csíki csóbanó szombaton és vasárnap, ahol először került sor a kétnapos Csíkszereda Kupára. A versenyen az ország legfontosabb úszó szakosztályai képviseltették magukat, és ott volt a rajtnál az a bákói Daniel Martin is, aki már kijutott a jövő évi tokiói olimpiára. A Csíkszereda Kupa szervezője a háromszoros olimpikon Trandafir Norbert volt. Szerintem nagyon sikeres volt a verseny, igaz, még csak most fejezzük be, de mindenkitől nagyon jó a visszajelzés, úgyhogy jövőben remélem, hogy még többen leszünk, és még jobb lesz. Hozzátette, az eredeti tervek szerint Gyurta Dániel olimpiai és világbajnok is ígéretet tett arra, hogy jelen lesz az eseményen, de családi problémák miatt az utolsó pillanatban visszamondta a részvételt. Csíkszereda egyébként idén is házigazdája lesz a rövidpályás országos bajnokságnak, amelyre novemberben kerül sor.